Sziasztok, Júlcsi vagyok, és itt vagyunk a tíznapos elvonulás nyolcadik estéjén, és nagyon furcsa ennyi csend után most ezt a bevezetőt megtartani. Nyolc napig nem nagyon beszéltünk, tényleg csak funkcionálisan szóltunk egymáshoz, ha nagyon muszáj volt, de ennek ellenére mégis úgy, úgy érzem itt magam, mintha egy, egy nagy baráti társasággal lennék, és nagyon megkedveltelek minnyájótokat, úgyhogy tényleg nagyon jól érzem itt magam. Szeretném elmesélni nektek, hogy én hogyan kezdtem a zen pályafutásomat. Igen, a Covid idején akkor láttam a Sunim interjút, az egyiket a Szabó Péterrel, és nagyon tetszett, és rákerestem a neten, hogy mi ez az egész, és megtaláltam az eredeti fény zen templom weboldalát, ahol Néztem, hogy van egy ilyen események menüpont, ahol megvoltak hirdetve egynapos és többnapos elvonulások. Hát nagyon-nagyon megörültem neki, ezer éve nem voltam már sehol, gondoltam, mindenképpen ide el kell jönnöm. Be is jelentkeztem egyből egy egynaposra, és már egy középhaladó táborra is. Hát így kezdődött a dolog. Eljöttem az első egynaposra, mondom, megnézem, milyen itt a helyzet, itt a négynapos előtt és hát nem ez volt életem legszebb napja, ugyanis voltak délelőtt ezek a meditációk, aztán 11-kor éneklés, és akkor délbe végre ebéd, mondom, nagyon jó, végre ehettünk, nagyon éles voltam, és akkor jött Sunim, és mondta ezt, hogy ilyen kéttálas étkezés lesz, hogy annyit szedje, amit biztosan megeszel, meg ne a kanalat a tányérhoz, meg csendbe legyél, Jézus Mária. Mire oda jutottam, hogy, hogy ételhez kerültem. Olyan gyomoridegen volt, hogy tényleg egy, egy falatot úgy éreztem, nem bírok enni, és akkor nem is nagyon szedtem magamnak, na mindegy, így lement az ebéd így ebben a jó kis gyomoridegben, Mondom, ez tök jó, mert hogy egész délután még ülhetek itt tök éhesen. Hát mondom, ez, ez tényleg így szuper nap lesz. Aztán zárásként tartott Orosz Ádám egy, egy kérdezfeleleket, és úgy köszönt el a végén, hogy hogy ennyi volt, és hogy hát akinek tetszett, azt várják ide vissza szeretettel. És komolyan én néztem így az emberek arcát, hogy ez, ez valakinek tetszett. Mondom, úristen, hogy hogy, hogy szólnom kéne itt, hogy, hogy ez, ez, nem, ez, nem, tetszik, ez így nem jó, hát így nem fogjátok tudni eladni ezt a, ezt a, ezt a programot embereknek, mert, mert nem, nem, tetszik, és haza is mentem, mondom, jó, hát jó kis vasárnap volt, meg hát már úgyis úgy is be voltam jelentkezve a négy naposra, hétfőn pedig indultam dolgozni. Ö, szokásos hétfői, hát kicsit ilyen, ilyen nyomott hangulatban mentem kocsival, beraktam a jó kis kedvenc számaimat, mondom, majd felpörgök, és akkor mentem, mentem, annyira idegesített így a zene, mondom, mi van velem, ki kellett kapcsolnom a rádiót, mert úgy, úgy, nem, nem tetszett, így csendre vágytam. Aztán mentem tovább, és egy tök nagy élmény volt, hogy egyszer csak mi, bum, néztem a növényeket, hogy Jézus Mária, hogy ezek milyen zöldek, ilyen szinte neon színben láttam a fákat, meg a a növényeket, és hát mondom, bakker, lehet, hogy ez azért van, mert tegnap egy napig ültem, és akkor most, most valami, valami van, történt, vagy ez tényleg ennyire használ ez a dolog, és hogy az egész napom nagyon jól telt, nem voltak benne ezek a szokásos ilyen hullámvölgyek, meg hullámhegyek, hogy kiakadok aztán mit tudom én, pörgök két órán keresztül utána le kell, hogy feküdjek egy órára, mert már nem bírom, és, és tényleg jó napom volt. Úgyhogy vártam ezt a négy naposat, kíváncsi voltam, hogy majd, majd mi fog történni jöttem is a négynaposra, és akkor már mélyebb betekintést nyerhettünk így a meditáció rejtelmeibe. Ott mondott ilyeneket már Sunim, hogy, hogy előjöhetnek olyanok benned a meditáció közben, amiről te igazából nem is tudod, hogy ott van, de nehéz lesz majd vele szembesülni, de, de te csak nézd és lásd és, és ne azonosulj vele. Jó, hát mondom, most ez, hogyan lehetne bennem olyan valami, amiről én nem tudok, vagy hát csak tudom, hogy mi van bennem, hogy hát ki tudja, ha én nem. De hát ö, mindegy, elkezdtem meditálni, egy kicsit skeptikus voltam, bevallom, de azért csináltam rendesen a gyakorlatot. És akkor ö, szeretném nektek elmesélni az első meditációs élményemet, mert igazából én azóta ö, hiszek úgy a zenben, hogy, hogy ö, tényleg ö, tudom, hogy ez, ez, az egyetlen út, ami, ami, nekem segít, hogy ültem, ültem, csináltam a gyakorlatot, vettem a levegőt, kérdeztem, hogy mi ez, mi ez, mi ez, és, és egyszer csak ott találtam magam az óvodában, ilyen, nem tudom, négy évesen, és a folyosón egyedül, és mondom, most ez micsoda, vagy ez honnan jött, nem is emlékeztem erre. Aztán tovább mentem a kérdéssel, hogy mi ez, mi ez, mi ez, aztán elkezdtem nagyon rosszul érezni magam, azt éreztem, hogy, hogy én nem vagyok elég jó, hogy, hogy nem szeretnek, hogy mások jobbak nálam. Tényleg nagy, nagyon rossz érzések voltak bennem. Tényleg rendesen megcsináltam a gyakorlatot, kicsit sírtam is bevalom, de, de végül is működött ez a dolog, hogy ránéztem erre a helyzetre, és nem azonosultam vele, és így, így meg tudtam nyugodni, és tudtam, hogy, hogy ennek így kell történnie. Aztán hazamentem a négy naposról, és tényleg megkérdeztem anyukámat, hogy volt-e ilyen, hogy én egyedül Maradtam ott az óvodában, tényleg nem tudtam, hogy ez most valóban megtörtént, és ő meg így mondta, hogy ja, hát persze, mert hogy nagyon messze volt a munkahelye, és hogy, hogy gyalog kellett jönnie, és tényleg sokszor volt az, hogy én egyedül, egyedül maradtam ott. Úgyhogy tényleg igaza volt Sunimnak, és tényleg azt látom, hogy, hogy az életünkben működtetünk olyan dolgokat, vagyis hát olyan dolgok működnek bennünk, amik amikről valójában nem is tudunk, hogy, hogy honnan jönnek és miből táplálkoznak, és anélkül, hogy ezekre rálásunk, nem, nem tudunk, nem tud, nem tudunk felülemelkedni, és nem tudunk kijönni abból az ördögi körből, amiben, amiben vagyunk. Szóval tényleg, tényleg, ezt adta nekem ez a dolog. Viszont, viszont a négy napos, az első négy napos, az, Mondhatom, hogy a legnehezebb volt nekem az összes közül, ugyanis azóta én minden elvonuláson itt vagyok, és az első négy napos egy ilyen vízválasztó volt, mert ott a sok üléstől egyszerűen jött bennem egy olyan érzés, vagy annyira rá tudtam látni magamra, hogy azt éreztem, hogy az, aki én valójában vagyok belül, és az, amit kifelé mutatok a világnak, a között nagyon nagy különbség van. És így a tábor, vagy a, az elvonulás után, így nem is tudtam, hogy most én hogy fogok visszatérni azért régi életembe, hiszen az, azt nem éreztem a sajátoménak. És megkérdeztem Szunimot, hogy most ezzel mit kezdjek, és azt mondta nekem, hogy lehet, hogy a régi életembe fogok visszatérni, viszont én már nem leszek a régi, és hogyha ezt így szépen csinálom tovább és gyakorolok, akkor, akkor körülöttem meg fognak változni a dolgok, és akkor már nem kell visszatérni a régi életembe egy idő után. És hát ő megint igaza lett Szunimnak, mert azóta, hogy folyamatosan gyakorlok, tényleg egyre jobban érzem magam, és azt mondhatom, hogy talán még sosem szerettem ennyire a családomat, vagy a barátaimat, mint azóta, amióta meditálok, és tényleg még sosem láttam szerintem ennyire csodálatosnak az életet. Persze vannak gondjaim, meg, meg most is adódnak a helyzetek, amikor nem, nem úgy cselekszem, ahogy, ahogy kellene, de már egyre kevesebbszer esek bele ezekbe a, a hibákba, és és tetten tudom érni magam, hogy amikor van egy szituáció, akkor, akkor ne úgy reagáljak, mint ahogyan szoktam, ne szóljak oda, ne bántsam meg a másikat, és, és le tudom állítani magam belül. Sokkal jobb így élni, mert szerintem amikor Megszületünk, van egy ilyen elképzelésem, akkor biztos vagyok benne, hogy, hogy jól akarjuk csinálni. Szóval van bennünk valahol egy szándék, hogy igenis, most én ide megszületek, és, és jó, jól fogom csinálni az életemet, és szeretni fogom a, az embereket, és segíteni fogom őket. Biztos vagyok benne, hogy nem úgy születünk meg, hogy hogy hú, én majd jól összeveszek anyámmal, meg nem beszélek apámmal, meg bántok másokat, szenvedést okozok másoknak, tehát biztos, hogy, hogy nem ezt akarjuk, és hogyha bele, belegondolok abba, hogy, hogy tényleg egyszer mindannyian meghalunk, és szoktam is elég gyakran egyébként így a halára gondolni, hogy amikor ott leszünk, vagy ott leszek abban a pillanatban, hogy vagy abban az órában, nem tudom, hogy most már tudom, hogy vége és nincs tovább, és szerintem annál szörnyűbb érzés nem létezik, mint amikor ott vagy, és rájössz, hogy Jézus Mária elcsesztem az egész életem, hiába való volt, egy, egy felesleges élet volt, mert, mert nem úgy éltem, ahogy akartam, és, és most már nem tudom megváltoztatni, mert vége, mert amint meghalunk, akkor már nem, nem tudunk cselekedni, nem tudunk tenni semmit, úgyhogy minden ilyen nagyobb, akár veszekedés, vagy akár egy, egy nehezebb szituációban el szoktam képzelni, hogy oké, okay, hogy ha ma meghalok, vagy, vagy, a másik mondjuk ma meghal, akkor hogyan cselekednék, és akkor mit csinálnék, és, és ilyenkor a válasz az, az tényleg mindig a szeretet, mert nincs fontosabb ennél, szerintem. És tényleg rövid az élet, és semmi másra nincs idő, csak, csak, arra, hogy, hogy szeressük egymást, és segítsük egymást. További szépséges hétvégét kívánok magunknak, és nagyon szépen köszönöm, hogy végighallgattatok.